Bemutatták a magyar sportolók olimpiai szerelését. A mostani kollekció egy ponton még változik majd a londoni megnyitóig. A szokásos Hungary helyett idén először azt írják a mezekre, hogy Magyarország. Kesen üdvözölte a magyar olimpiai csapat. Olimpikonok ünneplőben és olimpikonok munkaruhában. Az 1960-as római olimpián ilyen szerelésben indultak a magyar sportolók. Olimpik! Ez pedig már a kajakos Kovács Katalin és Janics Natasa öröme a 4 évvel ezelőtti pekingi olimpián. Csütörtök este az utazás kiállítás olimpiai pavilonjában profi táncosok mutatták be, hogyan néznek ki a londoni olimpiára készült mezek. Nagyon remélem, hogy a eredményhirdetéseken sokszor fogjuk még látni ezt a gyönyörű szép felszerelést. A meghatározó színek természetesen idén is a piros, a fehér és a zöld. Amikor az életem első válogatott mezét, melegítőjét megkaptam, akkor én abban aludtam egyébként, ez még 1994-ben volt, tehát nem most volt, és én abban aludtam például, tehát ez egy olyan jó leső érzés, egy nagy önbizalmat ad, ami megmagyarázhatatlan. A sportos mellett szokás szerint elegáns ruhákat is kapnak a sportolók. Ebben vonulnak fel majd például a londoni olimpia nyitó és záró ünnepéjén.